Ezzel a díszes székelykapuval gazdagodott a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete nemrég. A kaput a helyi közösségi házhoz készítették. Az új építményt avató ünnepség keretében adták át. Örvendezzetek házatok népével együtt mindannak, amire kezetek szertett, s amivel az Úrati Istenetek titeket megáldott. Ezt a székelykaput, mint ahogy mondtam, fél év alatt hoztuk létre. Valahogy nagyon nehezen kezdtük. Volt egy városi civil pályázat, ahol ingatlanok felújítására, eszközbeszerzésre lehetett pályázatot írni, és hát egy kicsit én is úgy voltam, mert gyakorta írom a pályázatokat, hogy valahogy nem, úgy éreztem, hogy nem éppen, de mondom, mégis megpróbáljuk, mert hát ugye felújítása vagy eszközbeszerzés, végül is beadtuk a városi civil pályázatot, de eredménytelenség lett, és akkor egy pillanatra úgy lelombozottunk, és volt egy, Schmidt Lajos volt az, aki azt mondta, hogy nincs, hogy csüggedjünk, össze kell fogjunk, és létre kell, hogy hozzuk a székelykaput. És akkor bementem a városba, kértem engedélyeket, azt az engedélyt megkaptuk, hogy építhetjük itt a székelykaput. És akkor elindult a szervezés. El kell, hogy mondjam büszkén, hogy néhány vállalkozó, többségében állampolgárok, szekszárdi lakosok, vagy a környékbeli lakosok, és a tagjaink nagy része hozzájárult, támogatta ezt a létesítményt, és ezért nagy örömünkre van, hogy ezt így megépíthettük. És mint ahogy beszédemben is mondtam, talán az első székelykapu, és én szerintem ez nekem a legszebb. Láttam már szép székelykapukat, több településen, nagyobbakat, de ez a kicsi helyen, ez pont ide lett beépítve, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A székelykaput Ferenc István Decsi Ács készítette gondos munkával. Ugye van az AB, az oszlopok, akkor a fős a gerenda, a könyökfák, most éppen kivételesen nem teli könyököt csináltam, hanem ilyen betétes, amiben a nap hold szimbólumot kérték. És akkor van a talján a párkány úgynevezett kerékvető. Ha régen a szekére neki mentek, akkor az védte elvileg, de azt is tízesen sokan megvan, hogy az egy rozettából kell induljon. Mindig, és mindig az oszlopra igen lábzáró minta kell. Az indasorok, hát ugye ez kétsoros, egysoros, most éppen itt az egysoros mintára esett a választás, ezt kérték, úgyhogy nagyon akkor ennyi, a kiskapu az meg utólag jött hozzá. Tehát először csak a két oszlop, meg ezt utólag kérték mellé, azért van így kialakítva, mert ilyen formájút még nem csináltam. Az eseményen köszöntőt mondott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnavár megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 1945 óta próbáljuk megőrizni azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, szokásokat, ami ezt a népcsoportot jellemezte még kint Bukovinában, ami népszokásokat, minden egyebet megőriztek a számüzetésben a mi nagyszüleink, dédszüleink, és ezt már itt egy magyar világban próbálják tovább folytatni. Ebben nagyon sokat segít az 1989-ben létrejött Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. A szövetség elnökeként az eseményen felszólalt László Eszter is. Hát a székelykapu, mint tudjuk, a Székelyföld emblematikus alkotása vagy egysége, azon túl, hogy egy bejárót jelent, maga a székelykapu az gyakorlatilag az ott élőknek, az ott élő embereknek a világát is mutatja. A székelykapuban megnyilvánul a hit, a szeretet, minden, ami ahhoz kötődik, hogy szeretettel fogadja a vendéget, szeretettel látja a hozzálátogatót, aki belép azon a kapun, és a kapu állításakor nagyon fontos, hogy megjelenik magának a fafaragónak a személyisége is. Minden kapu elméletileg egyforma, de gyakorlatban nincs két egyforma székelykapu. A fafaragó megjeleníti benne a saját gondolatait, az ottani érzelemvilágát, gondolatait, beszél azzal a családdal, aki ezt állítatja, annak megfelelően építi fel a kaput, és ugyanakkor megjelenik maga a megrendelőnek a személyisége is. Igaziból, aki nem ismeri a székelykapukat, az általában egyformának gondolja, de valóságban nincs két egyforma kapu, és mindegyik másképp mond, másképp beszél ugyanarról a dologról. Valóban mi, akik székelyek vagyunk, ez teljesen mindegy, hogy a Székelyföldről származó vagy bukovári székely, számunkra a kapu építése, felállítása, az mutatja az identitásunkat is. Mutatja azt, hogy mi egy különös népcsoporthoz tartozunk, a székelységhez, és ez ennek a jelképe is. Azért azt tudni kell, hogy ugye azért terjedt a Székelyföldön nagymértékben a székelykapuk rendszere, és szinte minden háznál megtalálható,
mert amikor kivetették a kapuadót az 1300-as évek környékén, akkor az volt a lényeg, hogy akinek akkora kapuja van, hogy színes szekélyre be lehet menni, annak kapuadót kellett fizetnie. Ezelől igaziból a székelyek mentesültek azzal, hogy ők ilyen határőr védelmi szerepet töltöttek be. És ebből adódik, hogy a legtöbb székely kapu szép lassan leépítették, lebontották, míg a székelyek meg tudták őrizni így a székely kaput, mert adómentesek voltak. Azok a székelyföldi székelyek, akik nem tartottak adómentesség alá, azok úgy tudták ilyen csinálni, mert nagyon furfangos a székely ember. Azt találták ki, hogy megszüntették a nagy kaput, és a kis kapu formájában őrizték tovább ezt a szokást. És így gyakorlatilag fönnmaradt végig, és most már azt kell mondanom, hogy ahol székely emberek élnek a világ bármely részén, ez akár nagyon elhivatott magánember, de mindenféle közösségszervezet, mindenki igyekszik egy székelykapot állítani, amelyben mutatja az identitását, mutatja a hovatartozását, mutatja ezzel a hitét és szeretetét az embereknek. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere kiemelte a Magyarországon élő különböző népcsoportok fontosságát. Gyakorlatilag a különböző népeknek, népcsoportoknak, akik Magyarországon élnek, mindenkinek megvan a lehetősége a továbbélésre, fejlődésre, hagyományuk, kultúrájuknak az ápolására, és hát itt is egy ilyen alkalmon, egy ilyen ünnepségen vagyunk. Az ünnepélyes avatást kulturális műsorok is színesítették.